3 hetes londoni utazásra készül a Hunyadi Mátyás Technikum 12 tanulója és 2 oktatója. A diákok az Erasmus mobilitási program keretében kaptak lehetőséget arra, hogy Anglia fővárosában töltsék szakmai gyakorlatukat. Azért is döntöttem így, mert egyik álmom volt kimenni, meglátogatni maga Londont. Másrészt azért is, mert ez egy olyan tapasztalat, ez egy olyan dolog, amit én szerintem nem szabad senkinek kihagyni, mert ez a 3 hét lehet nem hangzik túl hosszúnak, de mégis egy olyan helyen leszünk, ahol hát idegen helyen leszünk, távol leszünk az otthonunktól, és ha valaki esetleg abban gondolkozik, hogy kint szeretne dolgozni, esetleg tanulni, akkor ezzel is úgymond fölkészül, hogy mire kell odafigyelnie, és hogy milyen az a környezet, hogyha pont Londonban szeretne kint tanulni vagy dolgozni. A fiatalok nyelvtudás és szakmai tapasztalatukat is egyaránt gyarapíthatják majd a külföldi utazás során. A hunyadisok már 8. alkalommal vehetnek részt a programon. Különböző cégeknél helyezték el a diákokat, voltak közöttük üzleti toronyházban, irodaházakban dolgoztak, informatikai cégeknél helyezkedtek el az informatikusok, volt, aki egy központi helyen tette el a gyakorlatot, ott pedig mindenféle a szakmájuknak megfelelő programokat találtak, és olyan munkát végezhettek, ami a szakmájukba vág. Mindezek mellett pedig egy-egy ilyen utazás is kiváló lehetőség egy másik ország kultúrájának, oktatási rendszerének megismerésére. Nem tettek másképp a Horvátországból és Németországból érkező tanulók sem, akiket szintén Mészáros Attila alpolgármester köszöntött a Városháza dísztermében. A város alpolgármestere hangsúlyozta, fontos a kapcsolattartás más országokkal. Nagyon büszkék lehetünk a városban működő oktatási intézményekre, hiszen igen, aktívan pályáznak különböző nemzetközi projektekben, és keresik a kapcsolatot egyébként akár testvérvárosi, akár más ország nemzetek intézményeivel. Erre nagyon szép példák voltak az elmúlt években is. Örülök, hogy a Cisztercei Szent István Gimnázium is egy ilyen Erasmus pályázat keretében horvátországi kapcsolatot tudott szerezni, és most látogatnak a városunkba horvát fiatalok. A német és riekai egyházi gimnáziumok tanulói 1 hetet töltöttek városunkban. Pénteken vesznek búcsút befogadó családjaiktól.